Dicsertessék a Jézus Krisztus hodászondás vagyok, és ez a Papi Franko Youtube csatorna szeretetek, köszöntünk titeket. Itt van a március, itt van a tavasz, de nem csak a tavasz, hanem bizony közeledik a jelentkezési határidő a szemináriumokba. És arra gondoltunk, hogy most segítséget szeretnénk adni azoknak a fiataloknak, akik a papi hivatás szent és magasztos gondolatát forgatják a piciny kobakjukban. Ide szeretnék hozni néhány szempontot, hogy miért ne legyél pap. Miért azt mondtam, hogy szempontot? Így van, szempontot szeretnék mondani nektek néhányat. Ide szeretnék hozni nektek néhány szempontot, hogy miért ne legyetek papok. Ne legyél pap, hogyha kényelmes életre vágysz. Tudom, hogy sokan azt gondolják, vagy ez látszik kívülről rajtunk, hogy mi csak naphozhat semmit tevéssel és henyéléssel múlatjuk az időt, majd vasárnaponként elmondunk egy 10 perces prédikációt, és ennyiből áll az életünk. De hallgass egy igazi insiderre, nem így áll a helyzet. Ha kényelmes életre vágysz, akkor ne legyél pap. Főleg azért, mert ha így szeretnéd csinálni, akkor nem sok hasznára leszel se a világnak, se az egyháznak, se a híveidnek. Ha egy pap igazán érzi a hivatásának a lendületét, és az elhívást valóban komolyan veszi, akkor bizony az egy 0 órás meló. Tehát ha kényelmes életre vágysz, akkor nem menj el papnak. Ezzel kapcsolatban egyébként volt egy korábbi videónk, amiben elmeséltem, hogy miből áll egy napom. Itt a leírásban megtalálod a linkjét, nézd meg. Második pont, második pont. Nem menjél papnak, ha meg akarod váltani a világot, ha azt gondolod, hogy majd te leszel az, aki megreformálja az egész egyházat. Egyébként ez egy szent gondolat és egy szent indítatás, de legyünk őszinték, nem feltétlenül jó, hogyha így indulsz neki. Általában nagy falnak menés lesz a vége, hogyha valaki ilyen módon áll hozzá az egészhez. Eleve azt gondolom, hogy a nagy reformok mindig saját magunkon kezdődnek. ha megnézed a 2000 év egyház történelmét, akkor talán pont ez különböztette meg az eretneket a szenttől, az egyházat formáló szenttől, hogy az eretnek mindig az egyházat akarta megreformálni, és lett belőle mondjuk egyházszakadás, a Szent pedig magán a formálódást. Szent Ferenc, a nagyszent Nagy Szent Teréz, Pió atya, sorolhatnánk még, ők azért tudtak nagy hatással lenni az egyházra, mert tulajdonképpen saját magukat reformálták meg, saját magukat formálták át, és így lettek végül is hatással az egyházra. Tehát, hogyha úgy akarsz nekiindulni, hogy te tudod a tutit, és majd a te hatásodra az egész egyház megváltozik, akkor nem biztos, hogy jó ez a motiváció, ami miatt papnak akarsz menni. Nem egy papnak, ha félsz a házasságtól, de tényleg, eskü. Ez a papság ez nem arra való, hogy skippelhessd a csajozásnak az izgalmas, de egy kicsit rémisztő feladatát is. Ugye ja, sokan úgy vannak vele, hogy talán ez igazából a kényelmesebbik út, még szent is, meg nagyon megbecsült, meg nem tudom micsoda, és akkor nem kell az a foglalkozni, hogy virágot vigyél, meg nem sírészek a gyerek, meg hát igazából kapsz egy lakást, és úgy jól áll vagy. Ez nem egy jó hivatás motiváció, hogyha ez van benned, akkor inkább ne legyél pap. Nem egy papnak akkor se, hogyha annyira autonóm vagy, hogy nem fogadod el, a másoknak a kritikáját, és nem fogadod el a másoknak a vezetését. A papságban nagyon hangsúlyos erény az engedelmesség. Ugye annyit bizonyára tudtok mindannyian rólunk, hogy nem mi választjuk például azt a plébániát, ahol szolgálunk, hanem a püspökeink adják nekünk. Tehát, hogyha neked mondjuk olyan a világot, hogy nehezen engedelmeskedsz és nagyon a saját fejed után szeretnél menni, akkor lehet, hogy nem ez az igazi hivatásod. A papságban a cölibátus szokták meglátni az emberek, és azzal szoktak állandóan foglalkozni, hogy miért van cölibátus, de szerintem a cölibátus mellett van egy másik mondjuk úgy izgalmas, vagy inkább nehéz pontja a papságnak, ez pedig az engedelmesség hogy végső soron be kell tagazódnod egy rendszerbe, nem te vagy a főnök, nem te vagy a magadura. Ez egyébként egy szent erény az engedelmesség, és ebben növekednünk kell, nekem is, de az pontos, hogyha ezt te nem akarod elfogadni, akkor nem biztos, hogy ez az utad. És az utolsó mozzanat, amit mindjárt kipuskázok, az utolsó gondolat, amit ide szeretnék hozni, hogy ne egy papnak, hogyha ezt igazából nem te akarod, hanem mások akarják. Amikor még hivatás tisztázó lelki gyakorlatokat tartottam, akkor az egyik legfontosabb szempontunk az volt, hogy annak utána járjunk, ugye jöttek fiatalok, jelentkeztek azért, mert papi hivatást éreztek magukban, és annak jártunk utána a hétvége alatt, hogy ez a motiváció, hogy pap szeretnék lenni, ez a gondolat, ez a vágy, ez honnan jön. Jöhet persze belőlem, jöhet az Istentől, jöhet a, a Szentlélek indításából, de akár jöhet onnan is, hogy mondjuk a szüleim így mondogatták mindig a vasárnapi ebédeknél, hogy de jó lenne, hogyha mi családunkból is lenne legalább egy pap. Milyen szép hivatás a papság. És szépen az évek során akár ez a külső hang belsővé tud válni, és azt tudod gondolni, hogy igen, igazából én akarok elmenni papnak, pedig hogyha megkapargatod, akkor rájöhetsz arra, hogy igazából ez a szüleidnek a vágya. De ugyanígy lehet ez bárki másnak is az elvárása, egy olyan fajta megfelelési kényszer, ami dolgozik benned, hogy papnak kell lennem, mert mondjuk helyre kell hoznom azt, amit XY elrontott, majd én helyette nagyon szent életet fogok élni. Ezek azok a motivációk, amik nem alkalmasak arra, hogy pap legyél. Csak akkor legyél pap, hogyha ez tényleg az Isten hívása, és hogyha tényleg a te belső vágyad. Ha tiszta a motiváció, akkor hajrá, add be a jelentkezésedet abba az megyébe, aminek a területén élsz. Annak a püspöknek kell elküldened az önéletrajzodat, meg minden ilyesmit, de ez mind megtalálható az interneten. Ezt akár be is linkeljük nektek, hogyha szeretnéd, rákatint azt, le van írva, hogy, hogy miket kell összeraknod semmi extra sátön, se illetve az végzettséget igazoló dokumentumok, stb. És akkor hajrá, de csak akkor, hogyha igazán őszinte és tiszta a motivációd. És egyébként arról is volt egy videónk, hogy miért mennyi a papnak, tehát ennek a videónak az inverzét is megcsináltuk már, ezt a linket is berakjuk a leírásba, azért, hogy boldogok legyetek, mert a boldogság az az jó. Ennyi fért a mai videóba, köszönjük, hogy vagytok, köszönjük, hogy néztek minket, kommenteljetek, lájkoljatok, ajánljatok minket ismerőseiteknek, és a legfontosabb, legelső sorban, leglegleg -leg, imádkozzatok, mert az egész tulajdonképpen erről szól, az Istenről, a vele való kapcsolatról. Sziasztok!